festmények előkészülete a legtöbb esetben úgy történik, hogy keresek az élet minden területén. A legszerencsésebb az, hogyha valamit megtalálok anélkül, hogy igazából pont azt kutatnám, és erre a legjobb módszer valóság az internet. Tehát az időnek egy jelentős részét én ott töltöm, egyszerűen csak bóklászok, kószálnak, és időről időre találok valamit. Jó esetben ez olyan meglepő, hogy azonnal letöltöm magamnak, és akkor ezzel már mint a saját tulajdonnal tudok élni. Több ezer képen van. Most ami itt van éppen aktuálisan ezekkel foglalkozom. Ez a saját tulajdon, ez most azért érdekes, mert nyilván egy nagy közösségű memóriátségből merítek ilyenkor, tehát ez a mindenkinek a valamilyen, és ilyen formán általánosan jellemző. Tehát ha úgy tetszik, ki vagyok élezve azokra a közhelyszerű szituációkra, ami egyébként éppen a közhely volt, amiatt mindenkinek a birtoka, és ennek az igazságtartalmát, vagy a valóságtartalmat próbálom aztán később a festészet eszközeivel valahogy feltárni, vagy saját magam számára érvényesíteni. Nem vagyok olyan rendszeres elme, hogy be tudnám magamnak lőni, hogy már pedig akkor ezt szerveztem, és akkor ezt csinálom, hanem a pillanat spontanitása az, ami szükséges az, hogy egyet elkezdjük dolgozni. De vannak olyan képi poénok, amik nagyon megragadnak, tehát egyszerűen tényleg az abszurditása miatt vonzóak. Ugyanakkor meg látom, hogy ez egy csapda, tehát hogy ezzel nyilvánvalóan vigyáznom kell. Ha itt megakadok, akkor ez nem több puszta illusztráció már. Tehát igen, ez fontos, és akkor mint egy dupla fedelű ládika esetében lássuk meg, hogy mi van belül. Amivel most az egész biztos, hogy az elkövetkező néhány évben fogok több időt eltölteni tematikailag, ez a planking, amit a neten fedeztem föl néhány hónapja. 1997-ben nekem már volt egy nagy planking és önarcképen, csak akkor ezt még nem hívták ilyennek. Nyilván picikét más, de azonnal értettem, hogy ez micsoda. Tehát ennek az abszurditását, hogy ez a generáció gyakorlatilag a saját tehetetlenségét próbálja ilyen formán kifejezni, egy ilyen a szó minden és nagyon szoros értelmében egy ilyen passzív rezisztenciával áll ellen mindennek, a behatásoknak, és az abszurditása ellenére, vagy épp azért ez számomra egy nagyon őszinte gesztus. Ő biztos, hogy befutott ezt, tehát ő az első. Beírtam a keresőbe, hogy planking, a Google képkeresőjébe, és ez is ott volt. Megtetszett, aztán ezt is letöltöttem. Nem jó az, hogyha nagyon egy irányba megy valami, nem jó az, hogyha én a festmény által bármilyen konkrét határozott értelmezési javaslatot akarok elmondani. Tehát ezek a direktívák soha nem működnek. Kicsikét jobban nyitva hagyom a felületeket mostanában. Tehát ha úgy tetszik, kevésbé akarom nagyon megoldani. Több játékot hagyok az úgynevezett festői szabadságnak, tehát ami ezelőtt 3 évvel nem fordulhatott volna elő, hogy most, hogyha csorog a festék, attól sem vagyok teljesen kétségbe esve. Tehát már úgy értem, hogy nem akarom eltüntetni, mert belefér. Nem feltétlenül, de valamikor. Tehát ilyen értelemben valahogy ez sokkal oldottabb lett.